Folytatjuk a műsort. Vendégem a stúdióban Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője. Szervusz, kedves Máté, köszöntelek. Köszöntöm a kedves nézőket. Elkezdődött az őszi ülésszak. Ez önmagában nem egy különösebb hír. Ellenben azoknak, akik belenéztek a parlamenti közvetítésbe, hát azt gondolom, hogy többünknek kinyílt a bicska a zsebében. És talán annyit intim pistáskodhatok, hogy tudom, hogy nagyon szigorúan ki van adva, te is minden képviselőnek megmondod naponta ezerszer, nem felülni a provokációnak, nem visszaszólni, nem durvulni. Azért egy Jakabot hogy lehet elviselni? De most komolyan, tehát ott ülsz vele szemben, 5 méterre tőled, viktóriázik, meg nemi erőszak a börtönben, ez a felszólalás veleje. Hogy lehet ezt kibírni? Hát, igen, ezt sokan kérdezik. Szerencséje van, hogy ezt nem egy kocsmában mondja. Ez biztos. Mert ott megtorolnák, és tulajdonképpen ő szeretne kocsmai hangulatot teremteni a parlamentben, de neki a legnagyobb szerencséje, hogy nincs kocsmai hangulat, mert ott rosszabbul járna, ez kétségtelen, de ezt nagyon sokan kérdezik, amit most te is kérdezel, és a válasz egészen egyértelmű, és mindig ugyanaz, pont azért csinálja. Tehát ha megfigyelik a Jakab Péternek a politikai pályafutását, akkor ő botrányról botrányra vergődik. Ha nincs botrány, ő nincs. Tehát neki a lételeme, hogy fokozza, tetézze, egyre durvábbakat mondjon, most már egyébként ezt sem nagyon tudja felülmúlni. Tehát ami eddig volt, afölé már nehéz menni. Talán most hétfőn még sikerült egy kicsit, de szerintem a normális józan gondolkodású emberek megvonják a vállukat már, amikor ezt hallják. Mert először is, hogy mondjam, vitás felek között sem szokás ez a hangnem. Tehát ez már annyira primitív, meg annyira közönséges, hogy én azt gondolom, hogy inkább visszatetsző, de hát nem vagyok a tanácsadója, hála a Jóistennek, Jakab Péternek, és ezért nekem mindegy, hogy mit csinál. Egy dolog viszont nem mindegy, hogy mi ne üljünk föl ennek. Mert szokták mondani, hogy bizonyos szint fölött nem megyünk bizonyos szint alá, ez tipikusan az a helyzet. Tehát érdemi vitáról szó nincsen. Már úgy általában is a közéletben szerintem jóformán nincsenek már érdemi viták, személyeskedés, rágalmazás, vádaskodás megy a baloldal részéről, elég a hétfői parlamenti ülést megnézni. Egyetlen esélyük van, ha mi ebbe beszállunk az ő színvonalukon, mert ők otthonosan mozognak a pöcegödör alján, mi meg nem, és le fognak ott győzni minket, ezért nem szabad oda lemenni. Világos. Akkor viszont kicsit vizsgáljuk meg a következmények nélküli baloldal néhány legutóbbi esetét. Mit szólunk ahhoz, hogy ugye, Karácsony Gergelyről mit derültek ki most hirtelen? Jogszerűtlenül alkalmazták egyetemi állásában, és még a fizetéséről is hazudozott. És ilyenkor olyan jó visszaemlékezni mondjuk Schmidt Pál ügyére. Igen, ahol Karácsony volt a leghangosabb egyébként. Igen. Hogy lehet ezt megúszni? Hát miért úszhatja meg? Hát szerintem média kérdés a dolog, tehát a baloldali propaganda sajtó kifejlesztett egy módszert, amit persze régóta, mondhatjuk, hogy az elmúlt 100 évben is használták ezt, de most igazán tökélyre fejlesztették. Talán a legemlékezetesebb pillanata ennek a 2019-es önkormányzati választáson a kispesti kokainos szocialista önkormányzati képviselőnek az ügye volt, egy bizonyos Lakner úrnak az ügye, ahol teljesen nyilvánvaló, hogy egy közszereplő, egy közpénzből fizetett közszolga, így is mondhatnám, arról beszél egy hangfelvételen, hogy kell évente 100 millió forintot ellopni, mindeközben egyébként drogozik, miközben ezt elmondja. Hang és képfelvétel. Igen, hang és képfelvétel, kétséget kizáró tény, és megfejtették akkor a baloldali politikusok és a médiájuk a megfelelő, szerintük megfelelő választ erre, az volt, talán visszaemlékeznek rá, hogy nem ismerik fel. Ugye azt mondták, hogy nem ismerik ezt az ember. Ugye ami annyira meghökkentő volt, meg megdöbbent. De nehéz valamit mondani. Hát igen, ugye mindenre számított az ember egy ilyen típusú vitában, csak
Csak erre nem. Ilyen értelemben azt is mondhatnánk, hogy ügyes, de azért nem mondjuk rá, hogy ügyes, mert akkor ügyes valami, hogyha belül marad mondjuk a jó ízlésnek és a tisztességnek azon a határán, ami mondjuk egyáltalán politikában még értelmezhető. De ez annyira gátlástalan, pofátlan és tisztességtelen dolog volt, hogy ugye szerintem nagyon sokan egyszer ledöbbentek ezen, de még maga Karácsony Gergely is, talán emlékeznek, ment a Bartók Béla úton, és kérdezték tőle a riporterek, hogy felismeri ezt az embert. És mondta, hogy ja, nem ismerem fel. Tehát szövetségesek, pártársak, meg a szocialisták is. Ugye ők a választások előtt nem ismerték föl, az volt a kedvenc részem, de a választások után azért kizárták a pártból, biztos, ami biztos. Szóval szerintem ott indult ez a lavina, és már nem csak elhallgatásról van szó, hanem egészen pofátlan kiforgatásáról a valóságnak. Ide sorolom egyébként a Cseh Katalinnak a 4,5 milliárdos botrányát, ami hát csak szeretném mondani, hogy néhány kistelepülési vagy falusi kormánypárti polgármester, hogyha 9 millió forintért újít föl egy WC-t a falu határában, akkor ott van az egész Balib média, az RTL Klubtól a HVG-ig mindenki óriási korrupciós botrányt kiállt, tények, megalapozottság és minden nélkül, és 4,5 milliárd forint szövevényes céghálós eltüntetésekor pedig semmi nem történik. Nincsen a Házon kívül című műsorban külön kiadás Cseh Kataniról, életút, szülők, lejáratás, csak a szokásos. Hatházi sem ment el még Széchenybe. Igen, hatházi sem ment el se Vácra, sem Széchenybe, és egyszerűen ez az agyonhallgatás, meg ez a kettős mérce, bár régóta használt eszköz a részükről, és azt is mindig tudtuk, hogy végtelenül tisztességtelen dolog, de most már ezen túlmentek, mert most már egyszerűen azt mondják, hogy de hát ez nem is történt meg. És hiába látja, hallja, olvassa az ember a tényeket, ők nem azt mondják, hogy ez nem így van, ez pontatlan, stb. Azt mondják, hogy ilyen nincs, ez nem történt meg. Ugyanez van most, ha jól nézem, az Ózdi alpolgármesternek az ügyével, aki ugye egy náci karlendítéssel üdvözölte a fényképezőgépet, ezáltal ma már a nagy nyilvánosságot is. Azért érdekes a dolog, mert mindig abba érdemes belegondolni, hogyha ezt fordítva, mondjuk igen, egy kormánypárti politikusnál találná meg a nyilvánosság. Hát sorjáznának a cikkek a HVG-n, sorjáznának a cikkek a 444-en, meg az összes balliberális propaganda felületen, Telexen, mindenhol. Itt meg egyszerűen néhány kis cikkecske, hogy jaj, hát nem is tudjuk, ja, meg ő csak integetett, értik, megint nem az, hogy nem az történt, tehát nem tagadnak, hanem azt mondják, hogy ő csak integetett. De hát integetni nem így szoktak az emberek. De ez már mondom, nem zavarja őket. Ez egy új módszer, ami a régi kommunista ösztönrendszert ugyan kiszolgálja, tehát hazudnak éjjel-nappal, de még egy lapáttal rá is tesz gátlástalanságba, pofátlanságba, és erre kell készülni, és Karácsony Gergelyt meg végképp nem fogják megzárni. Tehát mi itt elmondhatjuk, hogy de hát nagyon furcsa, hogy pont az a Karácsony Gergely, aki a leghangosabb volt Schmidt Pál egyetemi ügyében, ő most hallgat és védik. Sőt, azt mondja, hogy a Corvinus hibája volt, hogy őt alkalmazta. Igen, én nem tudom, hogy ő valaha hibázott-e egyáltalán. Nem tud. Mert egyelőre úgy néz ki, hogy ő még nem hibázott soha életemben, de mindenki más igen. Úgyhogy Karácsony Gergely, meg végképp ne várjuk, hogy a baloldali szavazók vagy a sajtó rá fog szállni. Most ezzel az a probléma, hogy azon túl persze, hogy ugyanaz a logika a választók becsapására irányuló kommunikációs trükk, de ugye kitolja a határokat. Tehát fel fogják számolni azt a nagyon kevés, maradék, minimális szabályt is, ami még létezik a politikában. Ezzel csak arra hívom fel a figyelmet, hogy a kormánypárti oldalon is követnek el hibákat, fognak is emberek elkövetni hibákat, de mindig van következmény. Nem tud senki mondani az elmúlt évekből olyan ügyet, aminek ne lett volna ilyen vagy olyan következménye, ne tűntek volna el emberek végleg a közéletből, stb. A bal oldalon ez mind nincs. Ez mind nincs. Akkor maradjunk még egy kicsit Karácsonynál, illetve akkor a Hold udvaránál. Hogyan viszonyuljunk ahhoz, hogy elkészül egy játékfilm Gyurcsány öszödi beszédéről, illetve annak utóhatásáról. Ennek a premierje október 21-e, és mai tudásunk szerint legalábbis a film producere
ezt fogalmazta meg már több fórumon. Mai tudásunk szerint a fővárosi mozik úgy döntöttek, hogy már pedig ezt a filmet nem fogják bemutatni. Nagyon érdekes idegesség van oda át, mert ugye egyfelől az egyik szájukkal azt mondják, hogy ez a film ez érdektelen, ez biztos nívótlan, ez rossz film, ez nem is kell vele foglalkozni. Másik oldalról meg maga az érintett, Gyurcsány Ferenc már nem tudom hány Facebook posztot tett közzé a film kapcsán. Annyira érdektelen a film, hogy legalább 60-70 cikket írtak már róla, meg annyira érdektelen a film, hogy magát a film elkészítését is akadályozták, fenyegették a színészeket, fenyegették a vágót, az operatőrt, mindenkit, tehát nem pusztán azért van, ha jól olvastam a cikkben, külföldi operatőr és rendező a filmnél, mert ne lett volna magyar, csak nem ajánlották egyetlen egy magyar komoly szakembernek sem, hogy elvállalja ennek az elkészítését. És annyira érdektelen a film, hogy most a mozik sem akarják bemutatni. Tehát van egy furcsa kettős beszéd ebben az ügyben is. Én azt örömmel láttam, hogy roppantul idegesek tőle. És lehetnek is idegesek tőle, mert a Gyurcsány kampányt épített arra, egy komplett kampányt épített, a 22-es kampányát arra húzta föl, hogy hol van már össződ, hát az már történelem, hol vannak már a véres események 2006-ból, amikor effektíve vér folyt Budapest utcáin, hát emlékszünk rá mindannyian, ami a rendszerváltozás óta egyetlen egyszer történt meg akkor. De hát ez már történelem, és a mai fiatalok már mit sem tudnak erről. És ez a film pedig be fogja mutatni ezt az eseménysort. Tehát, hogyha arra épített a Gyurcsány, hogy ezt mindenki elfelejti, erről már nem kell beszélni, akkor ugye nyilván ez szembe megy ez a film ezzel a politikai kampány elképzeléssel, ez fáj, ettől idegesség van. Önmagában az a tény pedig, hogy ez az a film, amit a baloldal el akar hallgatni, meg el akar titkolni, szerintem még visszájára is elsülhet. Tehát brutális erőket mozgatnak meg azért, hogy az a film ne legyen majd látható. De szerintem ez azt a folyamatot fogja majd generálni, hogy minél többen akarják megnézni. Tehát még hibáznak is. Csak ugye nyilván a Gyurcsány védelme az sokkal erősebb érdek számukra, mint sem az, hogy racionálisan átgondolják, hogy hogyan viszonyuljanak ehhez a filmhez, vagy ne adj Isten, hogyan viszonyuljanak ahhoz az emberhez, aki 2006-ban véresre verette a politikai ellenfeleit. Jó, de ugye ez a legpőrébb és legkusztustalanabb cenzúra. Mindeközben, ha csak a parlamentet nézzük, meg a különböző megnyilvánulásaikat, folyamatosan börtönnel fenyegetnek, lámpavasazást hagyjuk, azról mostanában leszoktak, de volt ilyen is, börtön, vagyonelkobzás, Karácsony maga fogja a számlákat befagyasztani, Fekete Győr maga fogja megtiltani a repülők felszállását Ferihegyről. Ezek elhangzott mondatok. Na most persze röhögünk rajta, de hogyha ehhez egyfelől hozzáteszem a dolog másik felét, hogy miközben ezeket pofázzák, minden egyes ilyen megnyilvánulások után áldozati pózba vágják magukat, és azt mondják, hogy ez szörnyű, hogy a jobb oldal hogy beszél róluk, meg velük. Másrészt pedig azért volt már ilyen a történelemben és ebben az országban, hogy valakik a csőcseléket addig hergelték, ameddig annak következménye lett. Nem? Tartasz te ettől? Nem is egyszer volt ilyen. Igen. Csak hogy idézzek éppen az eheti parlamenti ülésből, hogy lehet ezt csinálni, persze, csinálhatja ezt a baloldal megint, hogy eljöjjön újra a dicsőséges 133 nap, de lesz 134. nap is, abban biztosak lehetnek. És ez a fajta retorika, ez egy kommunista beszéd. Tehát valakik valamilyen listák alapján majd valakiket jól meghurcolnak. Ők így képzelik a jogállami kereteket, amiből egyébként előszeretettel szoktak bennünket kioktatni. Tehát lezajlik majd vasárnap a választás, jövő tavasszal, és ők hétfő reggel bemennek az irodájukba, azt mondta Jakab, ő hétfő reggel bemegy. Nem tudom, hova megy be hétfő reggel, mert tekintsünk el olyan apróságoktól, hogy az országgyűlési választásoknak vannak levélszavazatai, jogerőre emelkedés, meg kell alakulni a parlamentnek, az új parlamentnek, az új parlament miniszterelnököt választ.
a miniszterelnök kinevezi a, vagy megalakítja a kormányát. Annyi dologról beszélsz. Hát, igen, tehát, a Jakab bemegy másnap igen, az irodájába. Igen, ott a Rötyi mellé. Igen, és okay. Azt mondta, hogy az állami, független állami intézmények vezetői ott fognak ülni az ajtaja előtt, mint a verebek. Én erre a pillanatra kíváncsi lennék, amikor egyáltalán Jakab Péternek irodája van a miniszterelnökségen, de függetlenül most minden hülyeségtől, mert nyilván ezek demagó ostobaságok, arra tökéletes, amit mondasz, hogy hergeljék a saját belső táborukat, de valóban elvezethet oda, ami szerintem a Gyurcsány gondolkodásától nincs messze, hogy utcai erőszak legyen. Hát ők, igen, ők csináltak már ilyet. Tehát, és nem csak a 100 évvel ezelőttire gondolok, hanem akár a 15 évvel ezelőttire. Tehát a bal oldalnál ez a legkomolyabban felmerülő, és egyáltalán nem kizárható opció. Hogy mi a céljuk vele, az nyilván egyértelmű, mert a konzervatív, jobboldali, erős kormány az alapvetően a nyugalom, a rend, a szabályok közötti élet és a fejlődés, virágzás, gazdasági bővülés, családtámogatások, sok mindent mondhatnék, ebben érdekelt, ezen dolgozik. Minden, ami konfliktusszítás, ami felbojdítja a társadalmat, ami erőszakot szül, ami kettétöri az országot, az meg a baloldal érdekel ebben a helyzetben. Ezért csinálják. Ez a retorika egyébként, én javaslom mindenkinek, persze, vehetjük komolyan is, nem ajánlom, hogy Jakab Pétert komolyan vegyük, de ha valaki akarja, vegye komolyan, de célszerűbb nevetni ezen. Először is nem így működik egy állam, egy ország nem így működik. Nem úgy működik, ahogy a világ rossz főpolgármester úr mondja, hogy hétfő reggel ő is bemegy az irodájába, és majd ő befagyasztja a bankszámlákat azoknál, akikről ő azt gondolta, na ne komolytalankodjunk azért. Szóval én azt gondolom, hogy az egész egy jól átgondolt, alapvetően a Gyurcsány által diktált, mint minden ebben a választásban, a baloldalon, forgatókönyv, aminek a mentén szépen haladnak, és aminek a legvégén odáig fog egyszerűsödni az egész kérdés jövő tavaszra, senkinek ne legyenek illúziói, hogy Orbán Viktor és a határvédő, családtámogató kormány, vagy Gyurcsány Ferenc és valamelyik bábja. Ennyire egyszerű lesz a kérdés, minden másodikra el fog tűnni. Orbán vagy Gyurcsány kérdés lesz, és akkor addigra Gyurcsány ki akarja azt az állapotot alakítani, ami annyira hiszterizálja a társadalmat, hogy a saját szavazóikat nagyobb arányban tudják majd mozgósítani. Én ezt értem, meg magam is úgy le tudom talán vezetni fejbe. Én egy dolgot nem értek. Te is utaltál rá, és magam is úgy látom, hogy valahogy bevették a pakliba, hogy legyenek utcai zavar, legyen valami utcai erőszak. De kicsit hagyd dicsekedjek, a kollégáim és én vittünk ki eddig a legtöbb embert az utcára a rendszerváltás óta. Ezt hívták békemenetnek. Annyi eszük nincs, hogyha tényleg ebben gondolkodnak, hogy többen leszünk kint az utcán. Vagy ez nem számít? Szerintem nincs ilyen szempont. Nincs racionális szempont? Mert ezt már egy párszor megmutattuk. Tehát ha a jobb oldal utcára megy, akkor az nagyon utcára van menve. És az nem egy 3000 fős bohockodás a parlament bal alsó sarkánál. De ezt párszor már megmutattuk, de ez nem zavar. Tehát akkor racionalitás, mint olyan, végképp eltűnt ebből a politikai. De milyen racionalitás? Tehát média hatás van. Tehát azt fogják mondani, hogy ott nem voltak annyian. Ja, ez igaz. Ilyen egyszerűen. Hát ezért mondom, épp felépítettek egy párhuzamos világot, amiben a sajátjaikat az ő világukban hiszterizálják és brutalizálják. Ennek nagyon sok áldozata lesz még, már a közbeszédre nézve, nem személyekre gondolok. Ennek vagyunk az elszenvedői a parlamentben is. Ez már csak rosszabb lesz a következő fél évben, de szerintem még fontosabb lesz a következő időszakban, hogy jég a csuklón, higgadtan, kormányzó pártként, felelős országvezetőként kell hozzáállni az egyre inkább hiszterizálódó ellenzékhez is. Hát pont az a céljuk, hogy valahol elcsattanjon egy pofon, és addig fogják csinálni, attól félek, amíg valahol el is csattan majd egy, és az az ő forgatókönyvük, az nem a mi forgatókönyvük. Hát akkor, kedves Máté, ehhez a türelemhez kívánok sok erőt és kitartást. Gyurcsányt kell legyőzni ehhez, csak ez kell, semmi, nem türelem kell, le kell győzni ezt a bűnözőt. Köszönöm, hogy itt voltál.
Micsoda! Csodálatos végszó. A legjobb végszót mondtad. Köszönöm. Köszönöm. Önöknek köszönjük, hogy itt voltak, önöknek, hogy néztek bennünket. Jövő héten a szokott időben találkozunk. Viszontlátásra.